Híradónkat látják, köszöntöm nézőinket! Az utolsó simításokat végzik a Várkertfürdő melegvizes strandmedencéjén a szakemberek. A felújítás tavasszal kezdődött, és a strandnyitásra már fogadja a vendégeket a megújított létesítmény. De nem csak ezt a medencét készítik fel a szezonra, a strand egészén dolgoznak, hogy komfortos, igényes környezet várja majd a fürdőzőket. Napokon belül befejeződik a Várkertfürdő strandján az ülőmedence felújítása. A kivitelezők az utolsó négyzetmétereket fugázzák a több mint 200 négyzetméternyi felületen. A régi, talán 25x12-es csempenagyságot lecserélve most a mozaikot választottuk. Talán látszódik is, hogy az összes medencénk eléggé íves mindenféle irányba törik, így azt gondolom, hogy ez a legjobb megoldás a medence burkolására, és ezért választottuk ezt a 2x2-es mozaikot. Elbontásra került a sátor, így igazából azok a mozzanatok vannak vissza, amit a sátor miatt nem tudtunk megtenni, utolsó fugázások és a szerelvényezés még az, ami vissza van. A medence fehér, világos és középkék színű burkolatot kapott. Alján és a lépcsőkön az előírásoknak megfelelő csúszásgátló lapokat használtak. A beruházás közel 30 millió forintba kerül. De nem csak az ülőmedencénél folyik a munka. Ezekben a hetekben már minden a nyári előkészületekről szól. Természetesen a medencéknél pedig a téli fagyási károkat próbáltuk meg elsősorban orvosolni. Most, ahogy már látszódik is, talán a medencékben víz található. Ez még természetesen nem a vendégeket váró víz, hanem ilyenkor szükséges nekünk vízmintát vételeznünk, hogy megállapításra kerüljön, hogy a vizek minősége megfelelő. És hát ugye, mivel több mint 6 hektáron helyezkedik el a fürdő, így a kertészeti tevékenység is elég komoly terhet ró ránk. De megyünk előre, és azt gondolom, hogy mindegyik feladattal jól állunk. A csúszdákra idén különös hangsúlyt fektetnek a fürdő munkatársai. Változott a jogszabály, és egy nagyon-nagyon szigorú előírásrendszernek kell megfelelnünk. Kategorizálva vannak a csúszdák, és megfelelő kornak megfelelően különböző eljárásokat kell végrehajtanunk, különböző elvárásoknak kell megfelelnünk. A nyári szezonra készülés szintén fontos feladata, a pihenőhelyek rendezése a strandon. Ott is megtörténtek az előkészületi tevékenységek, maga a homok felrotálásra került, elgerejbízésre, fölállítottuk most már a napozó ágyakat, majd ezeket természetesen még folytatni kell, de arra igyekszünk törekedni, hogy mindent meg tudjon nyitni időbe. Nagy Zsolt vezérigazgatótól megtudtuk, hogy a strand nyitását május legvégére tervezik. A szilveszteri jótékonysági tombola akciót követően a napokban újabb jótékonysági akciót indítottak a belvárosi üzlet tulajdonosok. A Kossuth utcán és környékén 35 üzletbe helyeztek ki egységes adománygyűjtő dobozokat. Az összegyűlt adományt június közepén a Vajda Márta iskola diákjait támogató, sérült gyermekek egészséges nevelésért alapítványnak adják át. A belvárosi üzletek nemrégiben adománygyűjtő akciót hirdettek, melynek során adománygyűjtő dobozokat helyeztek ki, tájékoztatta a médiacentrumot Hetyei Olga, az egyik Kossuth utcai üzlet tulajdonosa. Még tavaly év végén, amikor a Kossuth utcán volt a szilveszteri buli, a városi szilveszteri buli, akkor a tombolákból befolyt összeget az üzletek közös döntése alapján a Vajda Márta iskola alapítványának ajánlottuk fel, és ennek kapcsán gondoltuk, hogy ezt az összefogásunkat egy hosszabb távú nemesebb célra is felhasználhatnánk. 35 üzletbe került ki egységes, feliratozott gyűjtődoboz. Ezekbe a vevőink be tudják dobni a visszajáró apró pénzt, vagy akár az ezen felüli összeget is ki mit gondol. A tegnapi napon kerültek ki a gyűjtődobozok az üzletekbe. Nálunk már páran dobtak be, és örülnek neki, vagy hát úgy fogadják, hogy pozitívan. Mettől meddig tart ez az akció? Arra gondoltunk, hogy folyamatosan gyűjtenénk az alapítványnak, de most először a nyári szünet előtt adnánk át, hogy a gyerekeknek nyári programra fel tudják használni, úgyhogy most először június 15-ig. És utána meg évvégén gondoltuk majd. Előre is köszönjük mindenkinek az adományát ehhez a nemes célhoz. Megkerestük Erki Alexandrát, a Sérült Gyermekek Egészséges Neveléséért Alapítvány kuratóriumi elnökét, aki a médiacentrum kérdésére elmondta, nagyon örültek a belvárosi üzletek kezdeményezésének, és köszönettel fogadnak minden jó szándékú felajánlást.
20 darab fát, korai juhart és szivarfát ültettek el Farkasgyepűn a játszótér mellett a település fásítási program keretében. Kovács Zita, a birtokpolitikáért felelős miniszteri biztos is kiemelte beszédében, hogy aki a játszótér mellé fát ültet, az bízik a jövőben és a jövő generációkban. Varga László, a Bakonyerdő ZRT vezérigazgatója arról beszélt, hogy a cég vagyonkezelésében lévő területen az elmúlt időszakban 142 településen mintegy 3500 sorfát ültettek el. Kovács Zita miniszteri biztos a faültetés előtt arról beszélt, hogy ez a program az országfásítási program része, kis települések pályázhatnak maximum 30 fa telepítésére. Nagyon népszerű a kezdeményezés, ebben az évben is háromszoros volt a túljelentkezés. A program idei ültetési időszakában Veszprém vármegyéből 45 település pályázott. A legkisebb lélekszámú a 111 fős Németbánya, a legnagyobb pedig Balatonalmádi, közel 10 000 lakosával. A vármegyében idén tavasszal már 23 település szépülhetett sorfákkal. A település fásítási program a rendszerváltás óta a legnagyobb ilyen irányú akció. Eddig több mint 2 milliárd forintot költöttek rá, idén több mint 500 millió forintot. A fák elültetését a helyi közösségek szervezik meg, de aktív segítségre számíthatnak hozzá a helyi állami erdészeti társaságoktól is. Az erdész szakemberek minden ültetésen jelen vannak, hogy szükség esetén szakmai segítséget, iránymutatást nyújtsanak. Varga László, a Bakonyerdő ZRT vezérigazgatója is az erdészek tevékeny részvételét emelte ki ebben a sikeres programban. Munkatársaink mindenhol jelen voltak, és igyekeztünk szakszerűen tanácsokat adni és segítséget nyújtatni a fák elültetéséhez, hiszen én úgy gondolom, hogy egy erdészember számára nem lehet fontosabb dolog és örvendetesebb dolog, mint egy fa elültetése, hiszen mi tényleg komolyan gondoljuk, hogy azok az erdők, azok a fák, amiket most ültetünk, vagy most telepítünk, azok a következő nemzedékek számára jelenthetnek majd egy sokkal jobb környezetet, és mi ezt szeretnénk elősegíteni. A beszédek után a már elültetett sorfák mellé még 4-et ültettek a jelenlévők. Búcsúzóul Kovács Zita arról beszélt, bízik abban, hogy folytatódik Farkasgyepűn is ez a program, ugyanúgy, mint az ország sok száz településén, hogy a felnövekvő erdők segítsenek az élhetőbb környezet kialakításában, a klímaváltozás hatásainak mérséklésében. Az 1990-es évek elejétől szervezi meg a Munkácsi Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola az 5.-6. osztályosoknak az idegen nyelvi versenyt. A megmérettetés 2 fordulóból állt. Az írásbeli versenyen idén 10 iskola 65 diákja vett részt, a szóbelin pedig 47 tanuló mérte össze tudását 2-2 korcsoportban. Hosszú évek óta hagyomány a Munkácsi Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában, hogy megszervezik az 5.-6. évfolyamosoknak az idegen nyelvi versenyt. Az írásbeli fordulón 65 diák vett részt, a szóbelin pedig 47 tanuló mérte össze tudását 2-2 korcsoportban. A szóbeli versenyre a legjobbak kerültek be, hiszen egy írásbeli forduló előzte meg a szóbelit. Azok a tanulók, akiket beneveztek a tanáraik, nagyon szorgalmasan tanulják az idegen nyelvet, az angolt is, meg a németet is. És kaptak a tanáraiktól akkora támogatást és olyan felkészítést, hogy ők már ezzel is nyertek, ők már nyertesek, mert több lett a tudásuk. És mivel valószínűleg szeretnek is ezen az idegen nyelven beszélni, németül vagy angolul, szívesen teszik, tehát nem egy külső kényszer a nyelvtanulás, hanem belső motiváció, és az egyik legfontosabb dolog a tanulásnál, a nyelvtanulásnál is az, hogy ez meglegyen a tanulókban. A szakavatott zsűri a pontozásnál figyelembe vette a szókincset, a nyelvhelyességet, a kiejtést és a kommunikációs készséget. Az a célunk, és az idegen nyelv oktatásról is az a célunk, hogy tudjanak a tanulók idegen nyelven kommunikálni, tudjanak megnyilvánulni írásban és szóban, értsenek meg rövidebb, hosszabb szövegeket. Az írásbeli fordulón hallás után értés, szövegértés van,
nyelvtani dolgokra kérdezünk rá. A szóbeli fordulón pedig a kommunikációé, a hangsúly. Itt kérdésekre válaszolnak, témát fejtenek ki, vagy képről készítenek képleírást. A zsűriben a város angol és német tanárai foglaltak helyet, illetve a németeseknél egy anyanyelvi zsűri, Gerecs Magdaléna. Általában a gyerekek még csak egy idegen nyelvet beszélnek, de remélhetőleg nem fogják abba hagyni. Jó példa van előttük, és az a cél, hogy milyen fontos az idegen nyelvtudás. A legjobbakat oklevéllel és könyvutalvánnyal jutalmazták, amelyet a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat ajánlott fel. Nyílt múzeumi napot hirdetett mára a Pannonia Reformata Múzeum. Ma van áldozó csütörtök, Jézus mennybe menetelének napja. Ez a nap és a pünkösd a két legkevésbé ismert és legkevésbé megfogható egyházi ünnep. Ezekről tudhattak meg többet a diákok a foglalkozás során. A nyílt napon a látogatása az iskoláknak díjmentes volt. A Pannonia Reformata Múzeum nyílt napi múzeum pedagógiai foglalkozásán épp az Erkel iskola harmadik A osztálya hallgatja a tárlatvezetést a Hajlék az örökké valóságban című kiállításban. A gyerekek két ünneppel ismerkedtek, az egyik az áldozó csütörtök. Áldozó csütörtök, vagy más szóval mennybe menetel, az Jézus Krisztus mennybe menetelének az ünnepe, 40 nappal húsvét után ment föl az atyához vissza, azért, hogy aztán elküldje számunkra a pártfogót, a vigasztalót, azaz a szent lelket. A másik ünnepnek a nevét ismerték a gyerekek, a lényegét azonban nem. Ez húsvét után 50 nappal a pünköst. Ezen a napon töltetett ki a Szentlélek a tanítványokra, mikor nagy szélrohamhoz hasonló zúgás, illetve lángnyelvek jelentek meg fölöttük, és elkezdtek beszélni az ünnepre összeérkezett sokaságnak, és 3000 ember hitt az ő szavaiknak, és szintén megteltek Szentlélekkel, megkeresztelkedtek, és gyakorlatilag ebből alakult az első keresztény gyülekezet. Az interaktív tárlatvezetés az ünnepek lényegére fókuszált, válaszolva a gyerekek kérdéseire. Elmeséltek egy történetet, és ki kellett tölteni egy feladatlapot. Miről szólt a történet? Jézusról, meg hogy milyen ünnepek vannak ezzel kapcsolatban, meg a pünkösdről. Az erkelesektől azt is megkérdeztük, hogy mi tetszett nekik a legjobban. Nekem a kitöltős feladatok, meg amikor a 10 parancsolatról van szó. Miért épp ezek? Mert nekem, én már voltam itt, és akkor is ezek tetszettek a legjobban. Mit csináltatok? Beszélgettünk. Miről beszélgettetek? Jézusról. A nyílt nap immár hagyomány a Pannonia Reformata Múzeumban, a jövőben is szerveznek majd hasonló foglalkozásokat. Olá Gergő és Kökény Attila voltak a Hitgyülekezete pápai közösségének vendégei. A két énekes a Kossuth utcán tartott zenés evangelizációt. Mindketten beszéltek megtérésükről és arról, hogy a hitük miben segíti őket, hogyan ad erőt a hétköznapokban. Kökény Attila elmondta, hogy ő 4 éve tagja a ceglédi gyülekezetnek, s hálás azért, hogy kapott egy elhívást, s Isten formálja őt. Olá Gergő szenvedéllyel mesélt gyermek és fiatalkoráról, a megtéréséről, s arról is, hogy a zene híd Isten és ember között. Ortutai Gábor, a pápai gyülekezet lelkésze hangsúlyozta, az emberek vágyják a jó hírt, az örömhírt, s ez a rendezvény a zene segítségével hirdeti Isten mindenható szeretetét, a remény üzenetét. Május 9-e és 11-e között rendezik meg a Pápai Expo és Agrárpikniket. A rendezvény helyszínén, a városi sportcsarnok mögötti területen ma délelőtt és kora délután végezték el az utolsó simításokat, hogy minden készen álljon a látogatók fogadására. Az év legmenőbb agrárrendezvényének kapui ma este 6 órakor nyitnak meg a látogatók előtt. Az expo mai napján a zenéje a főszerep, az esti koncerten elsőként az édász, majd a tankcsapda lép színpadra. Pénteken és szombaton edukációs, pályaválasztási témákkal, szakmai és szórakoztató programokkal várnak mindenkit a szervezők. A kétnapos rendezvényt május 11-én este Valmar koncert zárja. És hogy az agrárpiknik első napján milyen lesz az időjárás, ez néhány másodperc múlva kiderül.
A pápai MH47. Bázis repülőtér meteorológiai csoportjának előrejelzése szerint pénteken a napsütésé lesz a főszerep, amit csak néhány gomoly felhő fog zavarni délután. Estére megnövekszik a fátyol felhőzet, csapadékra nem kell számítani. A gyenge, időszakosan mérsékelt északi szél estére csillapodik le. A napi maximum hőmérséklet 22 fok körül lesz, holnap este pedig 12 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Kedves nézőink, híradónkat látták csütörtökön itt a Pápavárosi Televízióban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!